Üdvözlök mindenkit a mai videónak a témája. A narcisztikusok világa hogyan is láthatják a többi embert. A narcisztikus személyiségzavar komplex és egy spektrumon helyezkedik el, van az úgynevezett egészséges narcizmus, ami majdnem minden emberben ott van, és ez kell, hogy megfelelően tudjunk funkcionálni a jelenlegi világunkban. Aztán van a következő fokozat, ami az átlagos, egészségestől erősebb narcisztikus megküzdési jegyeket mutat. Ez már rossz és károsító a környezetre, viszont ez még nem személyiségzavar. A skálának a legtetején ott helyezkednek el a, a narcisztikus személyiségzavarosak, tehát ők a kemény dió, tehát a skálának a 9-es és 10 azok számára, akik nem szenvednek ettől a zavartól, nehéz megérteni, hogy hogyan is működik a narcisztikusok világa. Még nehezebb megérteni, hogy hogyan látnak minket, azokat, akik a narcisztikus személy környezetében élnek. Tehát a narcisztikusokra jellemző a grandiózus, eltúlzott énkép, mások iránti empátia hiánya és a figyelem csodálat iránti fokozott igény, továbbá egy narcisztikus nagyon kontrolláló és manipulatív is, tehát ezek a jellemzők befolyásolják, hogyan is látják a narcisztikusok a világot, és ezen belül is a többi embert. Felírtam öt pontot, és akkor nézzük ezeket végig. Tehát elsőként érdemes megértenünk, hogy a, a narcisztikus személyiség zavarban szenvedők a, a másikat gyakran csupán egy ilyen eszközként látják a saját céljaik eléréséhez. Tehát ez nem feltétlenül rossz indulatból fakad, sokkal inkább az empátia hiányának következménye. A, a narcisztikusoknak gyakran nagyon tehát nehézséget okoz a másik ember nézőpontjának megértése. Ezért hajlamosak egocentrikus módon viselkedni, mivel nem rendelkeznek úgynevezett meleg empátiával, tehát a narcisztikusnak csak hideg empátiája van, tehát az empátia érzelmi komponense az nincs meg náluk, tehát nem tudnak érzelmi alapon szemlélni minket. Nem tudja átérezni, ha megbánt valamivel, szimplán azért, mert nincs mivel átérezze. Tehát nem mindegyik narcisztikus rosszindulatú amúgy, tehát a skála legtetején lévő malignus narcisztikus, hát az viszont az olyan narcisztikus pszichopata, kíméletlen, szadista hajlammal is rendelkezhet, tehát ő élvezi a másik ember szenvedését. Másodszor a narcisztikusok gyakran felnagyítják a saját képességeiket, eredményeiket, miközben lekicsinlik másokét. Ez azt jelenti, hogy a narcisztikus úgy látja, hogy ő a legfontosabb, legokosabb, legértékesebb ember a világon. És ezt a nézőpontot ezt elvárja a többiektől is akik a környezetében vannak. Tehát a gyermekkori traumák hatására a narcisztikus kialakított egy hamisént, ez egy zseniális entitás, aki tévedhetetlen és elsődleges feladatai közé tartozik a hamisénnek, a csodálat bezsebelése a külvilágból, más emberektől. Tehát a narcisztikus az egyszerűnek látja a környezetében lévő embereket, akik buták, könnyen megvezethetőek, és elvárja, hogy mások felnézzenek rá, akkor is, ha ez mögött nincs semmi különösebb teljesítmény. Tehát bármit is csinál egy narcisztikus, abban rendkívül jónak, kimagaslónak látja magát. Sokszor így is van, mert nagyon jó dolgokat tudnak létrehozni, sok narcisztikus, nagyon jó vezető. De sokszor ez nincs így, és teljesen átlagosak, vagy átlag alattiak abban, amit csinálnak, viszont ők minden esetben úgy tekintenek erre, hogy ők Alkotó művészek, akik kivételes képességekkel rendelkeznek, és bármit is csinálnak, az csak szuper jó lehet. Függetlenül attól, hogy ennek van e egyáltalán valami valóság alapja. Harmadszor a narcisztikusok gyakran idealizálják a többieket, legalábbis ugye a, a kezdetben, a kezdeti szakaszban. Tehát az ismerkedés kezdeti szakaszában, a narcisztikus gyakran elállasztja a másik dicsérettel, figyelemmel, később leértékeli amint a másik személy nem tudja tökéletesen kielégíteni a narcisztikus nagyon magas igényeit, és a fejében létrehozott eszményi kép a partnerről, az elkezd szétesni, de erről már nagyon-nagyon sok videóban beszéltem. Tehát ez a felemelés, idealizálás és ledöntés ciklus, ez tovább bonyolítja a képet arról, hogyan látják a narcisztikusok tulajdonképpen a többi embert. Tehát a partnerüket a kezdeti szakaszban csodálatosnak, Tökéletesnek látják, majd később, után leértékeli, magának az ördögnek látja. Negyedszer a narcisztikusok gyakran binárisan, vagyis fekete fehéren látják a világot és az embereket, tehát az emberek és a helyzetek vagy jók és értékesek, amikor megfelelnek a narcisztikus elvárásainak, vagy rosszak, és értéktelenek, amikor nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak. Tehát ez a fekete-fehér gondolkodás, ez hozzájárul a narcisztikus gyakran idealizáló és leértékelő viselkedéséhez. Aztán ott van a paradoxikális gondolkodás. Narcisztikusoknak ez az úgynevezett paradoxikális gondolkodásuk van. Ez gyakran ellentmondásos, mert adott dolgokról egyszerre gondolja az, hogy ez jó, és rossz is egyben. Tehát normális embernél ilyen nincs, mert létrejönne a diszonancia, ha valamiről egy normál egészség, egészséges ember egyszerre azt gondolja, hogy az jó és rossz. Az, álma, az elme az rögtön reagál, eltávolítja az egyiket, hogy csak egy maradhasson. Tehát a narcisztikusnál ilyen nincs. Rengeteg mindenről egyszerre gondolják azt, hogy az jó és rossz. Tehát egyszerre elítéli a dohányzást, és jó dolognak is tartja. Egyszerre elítéli a a csoportos szexet, egyszerre jó dolognak is tartja. Egyszerre elítéli a szerhasználatot, de egyszerre jó dolognak is tartja. Egyszerre elítéli a sok pénzt, és a világot megveti, mert a pénzről szól, de egyszerre imádja is a pénzt, és pénzcentrikus. Tehát állandóan egy ilyen kettősség van benne, nagyon sok mindennel kapcsolatban. Nem tud dűlőre jutni. Tehát akinek nincs belső stabil identitás magja, az teljesen másként látja a világot. Végül a narcisztikusok világlátását az befolyásolhatja, a sebezhetőség elkerülése, a narcisztikus személyek azok nagyon gyakran sebezhetőek a kritika, a visszautasítás és a kudar szempontjából, és hajlamosak a tagadásra a projekcióra és más védekező mechanizmusokra támaszkodni, hogy megőrizzék ezt a tökéletes, tévedhetetlen énképüket, és elkerüljék a szégyen és a bűntudat érzését, tehát a hamisén a maszk mögötti élet az olyan, mint egy szűrőn átmenő ingerek és érzések, amik eltorzítva érkeznek meg hozzájuk. Tehát Mindezek a tényezők együtt azt jelentik, ez az előbb említett öt pont, amit átvettünk, hogy a narcisztikusok világlátása torz, egocentrikus és instabil. Tehát a, a, a világukat irányítja a saját személyes igényeik és érzelmeik, nem pedig a mások iránti empátia vagy a valóság objektív érzé érzékelése. Tehát ez a manipulatív viselkedés kihasználást visszaélést eredményez a másik félel szemben. Ezért, ha a narcisztikus személyekkel van dolgunk, fontos, hogy tisztában legyünk ezzel a torzított valóságérzékelésükkel. Felkészüljünk arra, hogy megvédjük magunkat. Az önbecsülésnek az erősítése, a határok meghúzása, de nem csak meghúzni kell, tartani is kell ezeket, mint segíthet abban, hogy jobban kezeljük a narcisztikusokkal való kapcsolatokat, és megvédjük saját érzelmi jólétünket. Már ennyit, köszönöm a figyelmet, hasznosnak találta, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét.